Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió esti híradóját látják. Jó estét kívánok! Legfontosabb híreink következnek. Sárospatakon 164 fő részesült gyermekétkeztetésben pályázati támogatásból. 1 milliárd 343 millió forintból újítják fel a Fűzéri várat uniós támogatással. A Magyar Állami Népi Együttes a Sátoraljaújhelyi Színházban a Magyar Rapszódiát mutatta be az Emplémi Fesztivál keretében. Pályázati támogatásból 164 fő részesül nyári gyermekétkeztetésben Sárospatakon. Az önkormányzat azért is igyekezett ezzel a támogatással segíteni a családokat, mert bizony jól jön egy tál meleg étel is a rászoruló családoknak. Most a program végének közeletével elmondható, hogy ez a lehetőség hasznos volt, és a résztvevők elégedettek mind az étellel, mind pedig a családsegítő közreműködésével. Sorra jönnek az érintettek átvenni a meleg ételt a Sárospataki családsegítőhöz. Itt osztották ki ugyanis a nyári gyermekétkeztetésben résztvevők számára a porciózott ebédet. Az iskolai tanév után kezdődött programra pályázatot nyújtott be a város, és miután támogatást nyert, több mint 160 rászoruló gyermek nyári étkeztetését tudja támogatni. Úgymond hagyománynak tekinthető, hogy minden évben az önkormányzat pályázatot nyújt be a nyári gyermekétkeztetésre. Ebben az évben, mint ahogy mondtam, 164 adagot osztunk ki itt a családsegítő teraszán. A korábbi években az volt a gyakorlat, hogy száraz élelmiszert kaptak a családok. Idén újítottak. Az önkormányzati maghetes étteremben készül minden nap a friss ebéd. A szállításra alkalmas csomagolás használatával még melegen juthat el az otthonokba a napi ételadag. Az újítás miatt azonban némi aggódás is volt a szakemberekben, végül sikeresnek ítélhető a program. Meleg ételt úgy, hogy be kell jönni érte, még soha nem kaptak a családok, és volt is bennünk félelem, hogy be fognak-e jönni a Kutyahegyről, Halászhomokról, akár egy gyereknek való egy tál ételért. Azt kell, hogy mondjam, hogy bejönnek a családok, nagyon örülnek neki, az ételek minőségére sem volt panasz, a pinteki levest azt ki tudtuk végül váltani olyan szilárd étellel, amit könnyebb szállítani a gyerekeknek vagy a szülőknek. Tehát összességében sikeresnek mondható ez a dolog. Sárospatak városa több mint 3 millió forintot nyert a támogatáson. Ebből a pénzből 44 napon keresztül 164 gyermek számára tud meleg ételt biztosítani. Ezzel főként a rászoruló családokon tudnak segíteni a nyári hónapokban. Elültették Sátoraljaújhely elsős maragdfáját az Emplén Európaház udvarában. A kiváló hasznosítási lehetőségekkel bíró növény fontos szerepet tölthet be a környezetvédelemben és az energiatakarékosságban is. A smaragdfa egyre ismertebbé válik térségünkben is. Most például egy facsemete elültetésével a Sátoraljaújhely Zempléni Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány is tagja lett a Zöld Jövő programnak. A hidrogélnak az a jelentősége, ez egy keményítő alapú víztároló adalék, hogy az esetleges szárasság sokkot, ha kimaradna öntözés, az első három évben akkor ez segítse átvészelni. Nem mindennapi adalékanyagok és tápanyagok szükségesek egy nem mindennapi facsemete elültetéséhez. Elültették ugyanis Sátoraljaújhely első smaragd facsemetéjét. Ez a növény egy immár 2000 éve létező és nagy tiszteletnek örvendő faj, a paulovnia faj, egy faj hibridje. Ami azt jelenti, hogy a tudomány produkált egy olyat, amely megfelel a gazdasági, klímavédelmi és nem utolsó sorban a környezetvédők igényeinek is, hiszen nem az őshonosok kárára, vagy egyéb növényeink terhére, és főleg nem gabonaföldek és más összefüggésekben honos, hanem igénytelen a talaj minőségre, tehát akár homokhátsági körülmények között szikeseken is telepíthető, de természetesen meghálálja a jó talaj minőséget is. A smaragdfa 8 éves korára egy köbméternyi hasznosítható faanyagot ad. Kiemelkedően magas fűtőértékű, könnyű, kiváló faipari alapanyag. Magas nitrogén tartalmú leveleinek talajjavító hatása van, de kitűnő állati takarmány is. Hatalmas mennyiségű széndioxidot nyel el, miközben oxigént termel, de megköti a szállóport is. Virágai már harmadik évben megjelennek, és jó mézelők.
Mikor megismertem a fának a előnyeit, tulajdonságait, hasznosítását és a hasznosságát, úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen kell, hogy megmutassuk ezt Sátoraljaújhelyben is. Tagja lettem ennek az egyesületnek, ennek a mozgalomnak, és úgy gondoltam, hogy egy olyan alkalmat kell erre keresnünk, ahol elültetjük Sátoraljaújhelynek az első smaragdfáját, és megmutatjuk azoknak az embereknek, akik valamilyen szinten kapcsolódhatnak, akár az oxigén termeléssel, mint a saját oxigén termelő kis fája, vagy pedig mint haszonfa. A smaragdfa elültetésével a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány is tagja lett a Zöld Jövő programnak, illetve kialakult az Európa Zöld Sziget régió. A Zemplén régiónak is nagyon fontos, hogy a klímavédelem, a alternatív energiák, az új típusú energiahordozók és lehetőségek megszülessenek, és itt is gazdagítsák ezt a vidéket. És hát nem ez az első fa. Zemplénben szerencsén elültették az első fa sávot a 37-es út mentén, és úgy gondoltuk, hogy tovább kell hoznunk ezt Zemplén belsejébe, és örülnénk, hogyha Bodrog közben, hegy közben, hegy alján is elterjedne a smaragdfa. A Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány szeretné minél szélesebb körben megismertetni a vállalkozókkal, az agrárszakemberekkel és a lakossággal a smaragdfa hasznosítási lehetőségeit. Felépülhet a vár Fűzéren. Kiemelt turisztikai támogatást nyert ugyanis a Fűzéri Várgondnokság Élővár Zemplénben című projektje a Fűzéri Felsővár részleges felújítására. A támogatási keretösszeg 1.343.000.000 forint, melyből a vár kápolnájának, palotaszárnyának és pincéjének felújítását szeretnék elvégezni. A restaurált várban a tervezett kiállítási tartalomból a legkiemelkedőbbek a 16.-17. század hétköznapi élete és tárgyi kultúrája, a magyar szentkirályi korona őrzésének bemutatása, a vár kincstári funkciója és a vár története. Így nézhetett ki a Fűzéri vár 1676-ban, és hamarosan így nézhet ki. A vár renoválására már 1910-ben voltak kezdeményezések, majd az 1930-as években elvégezték a várkápolna teljes és a kaputorony részleges helyreállítását. Az első régészeti feltárás 1977-ben indult. 1990-től pedig folyik a jelentős történeti, építészeti és kulturális értéket képviselő teljes körű feltárás és rekonstrukció. Most pedig újabb időszámítás kezdődhet a Fűzéri vár életében, hiszen a Fűzéri Várgondnokság sikeres pályázatának köszönhetően megkezdődik a Felsővár részleges felújítása. A program előkészítésében ott járunk, hogy a várnak a építési engedélyes tervei rendelkezésre állnak, nagyrészt jogerős engedélyes tervekről beszélek, olyan jelleggel, hogy a falak turisztikai fogadóképesség fejlesztést fogadjanak be, és hát egy páratlan módon egy élő várként mutassák be a turistáknak Fűzérvárát. A fejlesztés célja a vár turisztikai hasznosítása interaktív középkori kiállítási programmal, díszkivilágítással, a szükséges és megfelelő infrastruktúra kiépítésével, mely hozzájárul az elmaradott és jelentős munkanélküliséggel küzdő térség munkahelyteremtéséhez és megőrzéséhez. Ez többszörösen hátrányosan érintett terület Zemplén-Abaúj határán, és ez nem csak egy településen, hanem a térségben növeli a munkahelyek számát. Először is azáltal, hogy ez megvalósul, hiszen ez egy komplikált és nehéz beruházás lesz, nagyon sok kézi munkaerőt igényel. Másrészt pedig a megvalósítása után a fenntartásával olyan munkahelyek teremtődnek, ami az itt nem csak zemplénieknek, hanem az itt élőknek jelent segítséget. A rekonstruált várba tervezett kiállítások közül kiemelkedik a vár kincstári funkcióját, a vár építéstörténetét, a Perényi családhoz fűződő történeti eseményeket bemutató tárlat, illetve a nemzeti koronaőrzési emlékhely kialakítása. Fűzér látogató száma éves szinten eléri a 35.000 főt, mely évről évre dinamikusan nő, de a vár felújításától további vendégszám növekedést vár a település. A beruházás kihatással lehet Tokaj-hegyalja Zemplén-Abaúj térségének fejlődésére is.
Az állatvédők becsült adatai szerint a 100 000-es számot is elérheti az utcákon kóborló gazdátlan kutyák száma Magyarországon. Mindenről azért készült becslést, mert augusztus 16-án tartják a Hontalan Állatok Világnapját. A szakemberek szerint a szemléletformálás nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb állat kóboroljon gazdátlanul. Ezen fáradozik a Sárospataki Zemplén Help alapítvány is. Szinte nincs olyan nap, hogy ne kapjanak értesítést kóbor vagy elesett állatról a Sárospataki Zemplén Help alapítvány munkatársai. Ők pedig azonnal intézkednek, ha kell kilométereket mennek egy-egy jószágért. Ugyan ma van a Hontalan Állatok Világnapja, mégis egy örök problémáról beszélünk. Már a Biblia is utal a felelős magatartásra. A Bibliában egy ilyen szöveget találtunk erre, hogy az igaz az ő barmának az érzéseit is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Ezt 2000 évvel ezelőtt írták le, és most is ezt tudjuk elmondani. Vannak, akik oda tudnak figyelni egy szenvedő állatra, és vannak, akik érzéktelenül mennek el mellettük. A menhelyen minden kutyát befogadnak, és az internet adta lehetőséget kihasználva, keresik is a gazdáikat. A tapasztalat azonban azt mutatja, sokaknak még csak nem is hiányzik az ember legjobb barátja. Nagyon szép kutyákat nem keresnek. Csodálkozunk rajta, mert gyönyörű kutya, mi is elfogadnánk, és nem keresi senki. Megjegyzem, hogy azért vannak kutyák, amiket keresnek és megtalálnak nálunk. Nagyon szép találkozásokat láttunk már, mert mondták, hogy annyira hiányzott, már sírt mindenki. A nagymama is sírt, és amikor megtudták, hogy megvannak kutya, akkor boldog volt mindenki. És ez volna a normális, hogy egy elveszett kutyát, hogy keresnének is, és örülnének, hogy hazatalál. A Hontalan Állatok Világnapját 1992 óta tartják meg. A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult. Eredetileg minden év augusztusának 3. szombatján rendezték meg, majd augusztus 16-ára tették át a világnapot, amelynek célja a közvélemény és a hatóságok figyelmének felhívása a kérdésre és annak megoldatlanságára. A kóborállatok menhelyen való elhelyezésére, a menhelyekről történő örökbefogadás fontosságára, valamint a nem kívánt szaporulat megakadályozására. A 2 évvel ezelőtti esőzés és árvíz következtében több utca is megsérült Sárospatakon. Rendbetételükre úgynevezett Viszmajor pályázatot nyújtott be a város önkormányzata. Ma már több utcában is zajlanak a helyreállítási munkálatok. A Radvány utcát 2010-ben a patak áradása és a védekezésben résztvevő nehézgépjárművek is károsították. Most teljesen új aszfalt réteget kapott. A 2010-es nagy esőzés és árvíz több sárospataki utcában is károkat okozott. A Bodroghalászi városrészen is számos terület került víz alá. A Radvány utcában pedig a védekezésben résztvevő nehéz gépjárművek is kárt okoztak, illetve az autós forgalom is egy időre erre az utcára korlátozódott, mondták az utcabeliek. Víz állt rajta az utcán is. Hát erre jártak, mert amar ugye le volt távol az út, mert te víz állt ott is, meg amott is a víz állt. Látok a nagy gépek, kamion, minden lopkulasztam, tenkre vágták ezt az utat akkor. Most pontosan az ebből eredő károkat számolja fel az önkormányzat. Az úgynevezett Viszmajor pályázatukat, amelyet közvetlenül az árvíz után adtak be, pozitívan bírálták el. Ennek köszönhetően több árvízzel is érintett utcát vagy útszakaszt tudnak rendbe tenni. A munkálatok most már az aszfaltozásnál járnak. A Viszmajor pályázatban 100 milliós forrás áll az önkormányzat rendelkezésére. Így kaphatott most új aszfaltréteget a Radvány utca és Bodroghalászban még másik 2 utca is, illetve ha jók az információm, akkor ma már át fognak vonulni, és a Várkert utcán is megkezdik az aszfaltozást. Szintén talán az egyik legrosszabb útja volt Sárospataknak már ez az út, valamint szintén ebből a pályázatból olyan kisebb útszakaszoknak a javítását is meg tudjuk most oltani, mint az Rinyi út első részének a Kisbenzinkút előtt a kijavítása, vagy a úgynevezett Kiskatonának, a Katona József utcának a javítása, vagy éppen amiért a végadóiak joggal szintén évek óta rágják már a fülünket, ez a Szalontai út legrosszabb szakaszának, egy kb. 100-120 méteres szakasznak a kicserélése és aszfaltozása. A polgármester hangsúlyozta,
Tudják jól, hogy számos pataki utcán lenne még szükség felújításra, de pályázati források már harmadik éve nem állnak rendelkezésre ilyen célra. Azt azonban hangsúlyozta Aros János, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzete ellenére igyekeznek éves szinten 10-12 millió forintot elkülöníteni az utak karbantartására, felújítására. A Magyar Állami Népi Együttes legsikeresebb produkcióját láthatta az újhelyi közönség a Latabár Színházban. A Magyar Rapszódia egy sajátos táncelőadás, mely ötvözi a népzenét, a néptáncot és a dramatikus játékot, a világzenét és a látványszínházat. A darab 3 éve született, s azóta is sikerrel játsszák szerte a világban. A Zempléni Fesztivál újhelyi eseményére színültig megtelt a Latabár Színház. Sokan szerették volna látni a Magyar Állami Népi Együttes nagyszabású produkcióját, amely a tradíciókra támaszkodva egy sajátos, egyedi táncelőadást hozott létre, mely ötvözi a historikus zenét, az autentikus népzenét, a néptáncot és a dramatikus játékot. Mihály Gábor koreográfus szerint nem könnyű feladat a néptáncot, a paraszti kultúrát dramatizálni. A népzene és a néptánc ez nem mások szórakoztatására találódott ki, hanem önmaga szórakoztatására az embernek. Így ezért aztán nagyon nehéz helyzetben van a koreográfus, hogy hogyan csinál ebből színházat. De azért akármennyire is önmaga szórakoztatására találódott ez ki, azért ez jó ám nézni másoknak is. Az előadás egyik szólistája a sátoralja újhelyi Herczku Ágnes, aki mindig örömmel, de annál nagyobb izgalommal jön haza, hiszen itt mindenki ismeri és szereti, de az itthoni közönségnek, a családjának és a barátainak mindennél jobban szeretne megfelelni. Tudom ugyanúgy, hogy nem csak az édesanyámék lesznek itt, meg a bátyámék, meg a gyerekkori barátnőm, hanem az osztálytársak is, esetleg tanárok, tehát úgy állok ki a színpadra, néha, mint amikor annak idején zongora vizsgán kellett, hogy őrületes druk van bennem, és az a fajta druk, hogy remélem, hogy nem hozok senkire szégyent. A darab fő hangsúlya az ezeréves hagyományokon van, amely a Rába köztől Erdélyig tükrözi a Kárpát-medence paraszti kultúráját, a hagyományok sokszínűségét, a legszebb dallamokat, a táncok virtuózitását. Mindezt összekomponálva a rapszódia műfaji jegyeivel, az érzelmek hullámzásával és a kifejezés szabadságával. Sárospatakon 164 fő részesült gyermekétkeztetésben pályázati támogatásból. 1.343 millió forintból újítják fel a fűzéri várat uniós támogatással. A Magyar Állami Népi Együttes a Sátoralja Újhelyi Színházban a Magyar Rapszódiát mutatta be a Zempléni Fesztivál keretében. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.zempléntv.hu internetes oldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatok van, keressenek minket a zempléntv@internetker.hu e-mail címen, vagy a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!